Aggódik a magyar atlétika a VB bronzérmes gátfutója miatt. Bai Balázs, aki 2017-ben történelmet írt azzal, hogy a londoni világbajnokságon 110 gáton a magyar futóatlétika első világbajnoki érmét szerezte harmadik helyével. Egy edzésen tavasszal, rendkívül balszerencsés körülmények között súlyosan megsérült, és egy évvel a tokiói olimpia előtt még csak éppen kocog. Hosszú rehabilitáció után, illetve közben vagyok most. Szerencsére most már azért sokkal könnyebb a helyzetem, mert sokáig kellett mankóval járnom, abszolút tehermentesíteni kellett a lábamat. Most már gyakorlatilag hétköznapi használata teljesen tökéletesen érdem. Nyilvánvalóan a komoly sport még azért odébb van, arra még sokat kell, hogy fejlődjön a térdem, de úgy érzem, hogy jó úton járok, most már tényleg egyre többet engedhetek meg magamnak, egyre többet tudom terhelni. Úgy tűnik, elég ideje van még ahhoz, hogy megfussa az egyébként jelentősen szigorodó olimpiai kvalifikációs szintet, vagy még jobbat is, jövő tavasszal legkésőbb. 13 perc, 46 másodperc, 52 századról lement a szintidő 13:46.32-re. Sok 110 gátasnak ezek után csak álom az olimpia. A kis Dánielnek a nagy országos csúcsa. Úgyhogy az érezhető, hogy ez a szint ez borzasztóan erős, és a tervek szerint a mezőnynek a fele fog szinttel kijutni az olimpiára, és a másik fele pedig a megint ugyancsak újonnan bevezetett világranglista alapján fog bekerülni. Úgyhogy kicsit bonyolultabbá tették a kvalifikációt. Nyilván, hogyha valaki a legjobbak közé tartozik, akkor a szinttel eleve ki tud jutni az olimpiára, a többieknek pedig hát a versenyzésük értékelődik fel, hiszen a világranglista 5 verseny eredményéből áll össze, úgyhogy ez sem könnyíti meg a helyzetemet, hiszen az így is szűköse alakult szezonban 5 eredményt kell elérnem, de nem aggódom emiatt, úgy gondolom, hogyha tényleg jó leszek, és olyan állapotban leszek, hogy lesz értem az olimpiának, akkor ez sikerül. Egyéb iránt Bai Balázs a szekszárdi szakági edző Scherer Tamás meghívására érkezett az éppen azon a héten zajló szekszárdi gyerek napközis atlétika táborba. A gyerekek és edzők nem kis örömére. Én is örülök neki, hogy egy-két dolgot esetleg el tudok lesni, azért is hívtam ide a atlétáinkat is, hogy hát ha ők is tudnak tanulni valamit a mai napon. A gátjárás ez egy nagyon jó gátiskolai, tehát az, hogy az ember ismerkedjen, szokjon a gátot, és hát gondolom a Balázs ebből már több milliót megcsinált, úgyhogy reméljük, hogy a gyerekek kapnak is tőle valamit a mai napon. Bai Balázs, mint elmondta, nem készül az edzői pályára egyáltalán. Látva azonban azt, hogy mennyire imádja ezt a közeget, konkrétan a gyerekeket, szinte biztos, hogy visszavonulás után, vagy még előbb hasznára lesz a magyar utánpótlás képzésnek, a gyerekatlétikának feltétlenül.